Köszöntjük Önöket! Japánban senseinek a mindennapi életben és a harcművészetekben a tanárt és az edzőt nevezik. Azt az elkötelezettséget és hitet nevezik annak, ahogyan a tanítványokhoz viszonyul a mester. A belülről fakadó tiszteletet nem lehet megkövetelni, csak elhivatott, következetes munkával lehet elérni. Mai műsorunkban egy rendkívüli harcművészeti mestert, egy Magyarországon élő senseit fogunk bemutatni életútján, munkásságán keresztül. Ő Szoke Kelemen István, vagy ahogy mindenki ismeri, Kelemen sensei. Tanítványai így nevezik. Több mint 40 éve a jiu-jitsu elkötelezett híve, a hazai szövetség alapító elnöke, most 60 éven felül is aktív a szakmai munkában és a kiképzés területén, példamutatóan a sor élén állva. A Magyar Jiu-Jitsu Szövetség és a technikai háttér egy világszinten jól felépített, Japánban is elismert szervezet, ugyanakkor mégis egy összetartó, családias és szakmai közösség. Az alapokról maga a mester nyilatkozott. 1955-ös születésű vagyok, még jelenleg aktív jiu-jitsu mesterként oktatok. Beteges gyerek voltam, tüdőgyulladásgyűjtő voltam, 40-ig számolta édesanyám. Hát akkor az úszás az jót fog tenni a gyerek tüdejének, izomzatának, és elkezdtem úszni, hát közel volt hozzánk a BVSC úszoda, és akkor oda jártam. Egy pár évig ezt csináltam. Utána egy elég hosszú nagy szünet volt az életemben, mindenféle költözések okán, és hát az általános iskolát jártam, amikor láttam egyszer egy mozihíradót, és abban kaszkadőröket mutattak, és hát ezt borzasztóan megfogta a fantáziámat, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha én valaha egyszer ilyesmit csinálhatnék. És akkor még láttam egy filmet, hogy Londonban egy házat karatésokkal bontattak el, és ütötték, vágták a téglát. Hát ez megint nagyon megtetszett, hogy ez valahogy nagyon belefészkelt a fejembe ez a kérdés, és úgy elült bennem a mag. Fehér ruhás sport az a judó volt, ami elérhető volt, és a judóval kezdtem úgy ismerkedni, teljesen amatőr szinten, hogy mégis mi ez. Ami az én földrajzi tartózkodás helyemhez közel volt, az a közgaznak a judóklubja, illetve a Műszaki Egyetemen volt. Ilyen judó, de az már ilyen judó önvédelem tanfolyam is, és mind a kettővel úgy próbálkoztam. Tehát ugye vártam a nagy megváltást, hogy most egyszer csak majd az én szemem kinyílik, és akkor meg lesz az a harcművészet, ami nekem rendeltetett. És a Műszaki Egyetemhez került akkor a MHS Haditorna klubja tanfolyamokat oktatni ilyen önvédelmi célból, és összeállt a kép bennem, hogy na ez volt az a társaság, akit én láttam a mozihíradóban kaszkadőrnek, és elkezdtem ehhez a társasághoz hozzácsapódni, mint a sorban a legutolsó, és elkezdtem tanulni ott, amit az akkori tanárom fontosnak tartott, az nevet Európai Önvédelmet, Szacski Mihálynak hívták, és ő volt, aki ebben a korban mondjuk az egyik legnagyobb kaszkadőr csapatot vezette Magyarországon, és itt kezdtem foglalkozni önvédelemmel, és hát bíztam benne, hogy egyszer majd kaszkadőr leszek. Arra jó volt, hogy belekóstoltam egy kicsit a film világába. Ezzel egy időben Szacski Mihály Magyarországra hozta a Jiu-Jitsu Világszövetség vezetőit. Egyszer Bertoletti úr jött még Magyarországra, és a Spartacus Judo Klubba tartott ilyen jiu-jitsu bemutatót. Aztán Robert Clark és Richard Morris érkezett Magyarországra. Ekkor készült is egy film róluk, ez a 3 úr 20 dannal, hatalmas érdeklődést kiváltva a jiu-jitsu iránt, hiszen valamit csináltak, amit az idáig nem láthatott a magyar közönség. Én azon kívül, hogy részt vettem ezeken az edzéseken, mivel ugye a Műszaki Egyetemen dolgoztam, és a 70-es évek második felét hírjuk, hát egy fantasztikus dologhoz tudtam hozzájutni, és ez egy videokamera. Így fel tudtam venni mindazokat a technikákat, amiket ezek az emberek tanítottak. Volt egy anyag a kezembe, amin úgy gondoltam, hogy eljuthatok A-ból B-be. 1980-ban harmad magammal kijutottunk Londonba és Liverpoolba a fent említett mesterekhez egy hosszú, többhetes képzésre. Ez már elég volt arra, hogy az előző tanulmányaim, a judo ismereteim, az európai önvédelemben való részvételem
ezek a videóanyagok alapján az, amit gyakoroltam egy-két éven keresztül, és utána már a helyszínen autentikus jiu-jitsuval való megismerkedés már elég volt arra, hogy elindulhasson a hazai jiu-jitsu. Természetesen az érdeklődésem az mindig valahogy a minőség irányába mozgott. Próbálkoztam azzal, hogy mik azok a karateiskolák, amik az én lelki habitusomnak, alkatomnak leginkább megfelel, és ott legalább a kéz-lábtechnikát valamennyire annyira kicsiszolni, hogy az elfogadható szintet elérje. Elsősorban ez a Kyokushin karate volt, amelyikkel elkezdtem ismerkedni, megint nagyon egyszerű oknál fogva a Műszaki Egyetemen ezt oktatták, ott volt, és nagyon tetszett nekem. Lenyűgözött a fegyelem, lenyűgözött az a fizikai erő, az az intenzitás, amit az edzéseken mutattak, és a full contact rész az meg különösen. Hiszen jiu-jitsut no contactba csinálni, hát az eléggé fából vaskarika, hiszen az embert valamilyen módon meg kell dobni, belemagyarázni a dobást. Nagyon nehéz, és azt gondoltam, hogy ehhez a full contact ütő-rugó technika az nagyon házasítható. A 82-ben Marács utcában nyitottam az első termemet, ami már a sajátom volt. Sok embernek a 6-6-os támogatásával és segítségével sikerült valahogy tatamit szerezni, és akkor egy a kor igényeinek megfelelő első olyan budóterem létesült Magyarországon, ami nem tornateremben volt. Közben alakult a magyar sportdiplomácia, és lett Magyarországi Harcművészetek Összövetsége, és akkor ott a hónom alá nyúlt az akkori vezetője ennek a szervezetnek, a Popper György, és nagyon sok mindent tanultam tőle, nyilvánvalóan nem jiu-jitsu volt, de sportdiplomáciából igen. És megpróbált bevezetni az akkori sportvezetőknek előbb a Holdudvarába, aztán személyesen hozzájuk, úgyhogy a Popper Györgynek sokat köszönhetek, próbált nekem segíteni a nemzetközi kapcsolataimban, és akkor valahogy így elindult az útján a Magyar Jiu-jitsu Szövetség. István volt az, aki Magyarországra tulajdonképpen a jiu-jitsut behozta. Évek során tapasztalhattam azt, hogy egy tehetséges fiatal jiu-jitsusból hogyan vált a világ egyik legjobb és leghíresebb jiu-jitsu mesterévé. Ahhoz nem férnek kétségeim, hogy Pistának még komoly sikerei lesznek kiképzés és jiu-jitsu vonatkozásában is. Párhuzamos dolog szaladt a sportdiplomácia, a Magyar Szövetség létrehozása és a fegyveres testületekkel való kapcsolatban, hiszen a 70-es évek végétől már valamilyen módon megpróbáltam segíteni a rendőrség munkáját. Az akkori ős terrorhárító szolgálatnál dolgoztam. Ott egy eléggé nyitott vezető volt ahhoz, hogy ezt a vadonatúj dolgot valamilyen módon befogadja és megpróbálja integrálni. Elkezdődött ez a szövetségi szerveződés, és akkor Magyarországon nagy hasonló szervezet, mint ami az én Holdudvaromban volt, az a Gyebnár mesternek a Japán Arci Játékok klubja volt. Ott volt aikido, jiu-jitsu, karate, judo oktatás, és Gyebnár mester egy eléggé komoly névnek számított már akkor is a magyar budó életében, hiszen többszörös bajnok volt, bajnokokat nevelt és tanított, és hát felvettük egymással a kapcsolatot. A MÉV terv létrehozta a Japán Harci Játékok klubját, amelynek tagjai azon fáradoztak, hogy az akkor ismeretlen karateit, aikidót, jiu-jitsut meghonosítsák az országban. Ekkor kerültem kapcsolatba Keleme Pistivel, aki a Madács téren tartott szintén hasonló jellegű edzéseket, hatékony technikát hozott létre, amely később világszerte elismert irányzat lesz. A Feri bácsinak elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy nem 2-3-5 jiu-jitsu szövetség lett Magyarországon, hanem egy. Azt mondta, hogy igen, akkor a Kelemenféle történetbe kell mindenkinek betagozódnia, és akkor nagyon komoly harcművészekkel erősödött az én jiu-jitsum. A Várszegi Rudolf, aki
közismert, mint aikido mester és mint kempó mester. A Szurkos Imre, Onodi István, aki most itt van, onnan került ki. A Bátori utcában volt egy küzdősport dojo, ami a Gyebnár Ferenc judo mester nevéhez köthető. Az ő az egyik tanítványa, Kádár Miklós tanár úrnál kezdtem el foglalkozni judo önvédelemmel. Szerveztek egy Japán nap nevű egésznapos programot a Lágymányosi Közösségi Házba, és oda, mint egyik résztvevő volt a Kelemen Sensei meghívva, én ott ismerkedtem meg a Sensei-jel, és akkor azt mondtuk, hogy mi ezt szeretnénk csinálni. Ezek az emberek, ezek újra vizsgáztak Fehéröftől előről, hogy egy rendszerben dolgozzunk. Ez nem csak azért volt egy nagy dolog, hogy nem lett több szövetség, hanem ez egy komoly példát adott arra, hogy hát ha ilyen nevű, ilyen képességű, ilyen fizikummal rendelkező emberek veszik a fáradtságot, hogy visszamenjenek a startvonalhoz, akkor ki az, aki ezt megtagadhatja? Senki. Mi töredlenül maradunk a régi módszernél, nagyon komoly teljesítményre, munkára, odaadásra, némi tehetségre, meg alsó hangon 10 évre ahhoz, hogy valaki felköthesse magára egy fekete övet. Ez utat azért olyan nagyon sokan rajongva nem szeretnék bejárni, amikor egy hétvége alatt instruktor lehetsz valamiben, hogyha kifizeted a költségét. Nem csak én nézek szembe, mint jiu-jitsus ezzel a felhigulással, hanem más harcművészeti ágak ugyanígy. Ez még nem jogosít fel engem arra, hogy az eredeti elvárásainkat a sútba dobjuk. Csinálja mindaz, aki úgy gondolja, hogy nem valami talmit szeretne, hanem valami olyasmit, ami túlmutat a mán és esetleg egészen a holnapig elmutat. Most szó lesz arról, hogyan alakult ki a Magyar Jiu-Jitsu Szövetség és a Kelemen-ryu iskola, amelyet Japánban is bejegyeztek. A Magyar Jiu-Jitsu Szövetség 1982-ben alakult, volt a Madách utcai központi dojo, hát szerintem alsó hangon egy 400 ember járt akkor körülbelül oda. Volt egy klubom Soponyán, és volt egy klubom Debrecenben a Sipos Gyula vezetésével, és azt hiszem igen, Szegeden volt még Jiu-Jitsu klubom. Ez házasodott össze a Japán Arci Játékok klubjával. Az első ilyen vezetők, akik azóta velem vannak, részben a saját tanítványaim közül, mondjuk a Kovács Attila, az Onod István, Seres Károly. Családi okoknál fogva apa nélkül nőttem fel, és nekem ő volt egy olyan férfi, akire folyamatosan feltekinthettem, mint edzői, mind mesteri, és mint emberi példát mutatott előttem. Igazából addig kutatta annak a technikának a miértjét, addig kísérletezett vele, ameddig működővé tette, és ez minden technikánkra igaz. Hosszú úton lehet megtanulni igazából harcművészeteket, de aki elfogadja, az viszont az igazság útján jár. Én nagyon örülök, hogy ennek a szervezetnek lehetek a tagja. Az értékrendet, az elmélyülést, a tudást, a türelmet, a toleranciát a másikkal szembe, hogy tudja az ember azt, hogy a másik embernek adott esetben kárt, sérülés, problémát okoz, hogy ezt tudja kontrollálni. Ezek olyan értékek, amit a mindennapi életben nagyon-nagyon lehet használni. ...1985-ben kezdtem el foglalkozni a jiu-jitsuval. Itt találkoztam Kelemen Istvánnal. Nem csak egy sportot, egy olyan csapatot is kaptam magam köré, aki konkrétan barátként, családként is velem volt. Én egy olyan helyet kaptam a sorstól, oda vezéreltek engem, ahol egy olyan utat kezdtem el járni, amire hosszú távon tudok építeni. Az, hogy nekem sikerült ezt megvalósítanom, és ezt a hitet és ezt a tudást elsajátítani a mestertől, a mesterek való tanítása által, ezt a további a tanítványokkal. Nagyobb eredmény az, hogy több danos tanítványjal sikerül most már a szövetség életét segítenem. Pál Tibor 14 éves korától van mellettem. Nagyon sok mindenben segítette a Magyar Jiu-Jitsu Szövetség útjának az egyengetését. Ő az üzleti vállalkozásomban is társam, és a gyerekeimnek a keresztapja, és gyakorlatilag több mint 40 éve próbálunk boldogulni a harcművészetekben is, meg az üzleti világban is. 1979-ben vitt le egy barátom egy haditornaklubba jiu-jitsut tanulni, és ott ismerkedtem meg
Kelemen Istvánnal. Általában az ember barátot és mestert egyszer választ az életben, ezt vallom. Nagyon fontos, hogy amit kaphatsz egy mestertől, az a mindent jelző. És a tanítvány szó, az nagyon sok mindent jelent, nekem majdnem mindent. Ez a kapcsolódási pont, ami ott 79-ben történt, meghatározó volt az életemnek, bár azt akkor még nem tudtam, de valahol sejtettem belül. Ez 40 éves ez a kapcsolat ma már. És közben persze terjedt a mi jiu-jitsunk. Én minden klubot, ami egy új klub volt, főleg a kezdetén, megpróbáltam saját munkával támogatni. Ez azzal, hogy oda mentem, oktattam, pénzt nem kértem érte. Ha már úgy láttam, hogy ez egy jó nagy klub, akkor az úti költségemet kifizethették. Például amikor a debreceni klubom nyílt, ez egy olyan intelligens férfi vezette, és milyen érdekes, a Sipos Gyula is Kyokushinkai karatéból jött. Ez még megérne egy külön komoly tanulmányt, hogy az én jiu-jitsum egy nehezen elsejthető bonyolult mozgásanyag. Miért van az, hogy 10 különböző stílusból a Kyokushin karatékák tanulják meg a leggyorsabban? És a Sipos Gyula is egy tanuló Kyokushin karatéka volt, akinek ez megtetszett, és elkezdte ezt a harcművészetet Debrecenben meghonosítani, és így lett Debrecenben jiu-jitsu klubom. Így aztán egyik klub a másik után, egyre több danosunk lett, a danosaim tudtak elmenni segíteni egyéb klubokba. Például a győri klubom az úgy indult, hogy a Csicsman Gábor az minden áldott edzésre és toppal járt föl Győrből, és úgy ment haza. Mert nem volt pénze jegyre. És minden tréningen ott volt. Gyakorlatilag mindent neki köszönhetek. Egyszerűen, ahogy megláttam és ráláttam és megnéztem a mozgását, a dolgait, azonnal tudtam, hogy ez, ami nekem kell. Korábban már egyéb harcművészetekkel is ismerkedtem. Ez egy ilyen teljes felismerés volt. Na ez az, amit keresek. Egy nagyon nyitott harcművészeti ágazat fantasztikus értékeket mutat fel, ad egy olyan szabadsági fokot, ami nekem nagyon tetszett, és ezért is tudom azoknak ajánlani, akik fiatalként valami ilyesmire szeretnék belefogni, vagy elkezdeni. Nyilvánvaló, hogy hozzájuk kötődök a legerősebben ezekhez a nagyon régi tanítványokhoz. Ezek már kollégáim, barátaim, harcostársaim. Ha ők úgy gondolják, hogy a mesterük vagyok, akkor az megtisztelő, de nekem tökéletes ez a barát-kolléga megszólítás ebben a vonatkozásban. Úgy, hogy most már nagyon sok területen közösen dolgozunk, nem csak a Magyar Jiu-Jitsu Szövetség égisze alatt, mint instruktorok, hanem a mestereink közül egy jó pár segít nekem a területi központban, a közelharc oktatásban, és erre nagyon büszke vagyok, hogy idáig eljutottunk. Nem kis részben köszönhető ez Hajdú Jánosnak, aki a főigazgató és a parancsnok a TEC-nek. Megkeresett engem, megkérdezte tőlem, hogy ha egyszer ő a helyzetbe kerül, hogy befolyása lehet a magyar terrorhárítás képzésére, oktatására, szervezésére, hajlandó vagyok-e vele együtt dolgozni. És akkor mondtam, hogy igen. És akkor Hajdú János felkért, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, hogy haladtunk előre, kaptam a vezetőktől a visszajelzést, hogy jó az út, vagy kicsit változtatni kell rajta. Ezért csak hálás tudok lenni, mert azt gondolom, nem a saját személye miatt, hanem a harcművészetemnek az elismertsége okán, hiszen oda került az én jiu-jitsum, ahova való, ahonnan született. Ez a harcmezőkről született ez az iskola. És visszakerült a harcmezőkre. 88-tól beszélhetünk Kelemen mester arról a munkásságáról, amikor azt az által már akkor nagyon régóta tanított és képviselt jiu-jitsut ötvözte a rendőri közelharccal, és a rendőröknek kezdett el közelharcot oktatni. Aztán ugorjunk egy nagyot, és megjön 2010, ahol azt gondoljuk, hogy ha Magyarország belügyi elitalakulatát létrehozzuk, akkor ezeknek a harcosoknak egyfajta tudás kell, méghozzá a legjobb tudás, méghozzá az a tudás, amivel a legkevesebb kárt tudnak okozni. Ez bizony olyan fogások, folytások, izületfeszítések, és rengeteg minden kell, amit viszont csak ő tud. Azt biztosan mondhatom, hogy a mester jiu-jitsu iskolája nélkül a TEC közelharc képessége sehol nem lenne. Nemzetközi jiu-jitsu élet meghatározó vezetőivel egy nemzetközi táborba sikerült az akkori barátaimat meggyőznem arról, hogy ez az út, ami az enyém. Elismerték, hogy ez vitathatatlan. Azt mondta, hogy eljár Japánba, hogy az én iskolámat bejegyezzék. A Kunibaka International fogadta be az ériumot, és megfelelő ceremoniális és tartalmi háttérrel. Tehát egy szentélybe elmélyült ember megrajzolt az én iskolámnak a kaligrafikáját. Meglátogatott bennünket, eljött egy táborunkba, hát átadni a laudáció révén, ugye,
személyesen az iskolába való befogadást. Ez ráadásul egy valós szamuráj családból származik. És megnézte a jiu-jitsunkat, és ült, kihúzta magát. Elkezdte nézni, és utána egy japán ember olyat mond, egy nagyon komoly harcművészeti és küzdősport iskolának a szokéja, hogy bejárt az egész világot. Rengeteg tanítványa volt, összes kontinensen, ilyen jiu-jitsut soha nem látott, egy japán szájából egy ilyen. És nagyon büszke voltam rá, mert nem engem látott, hanem a tanítványaimat. És úgy gondolom, hogy ez most nem a hiúságról szólt, hanem a valós elismerésről. Nagyon nagy tisztelettel vagyok Kelemen István mester iránt sportágában, tehát a jiu-jitsuban. Ő az egyetlen, akit elismertek a japánok is, megkapta a 10. dan fokozatot, és a Kelemen jiu-jitsu ma a világon egy ismert harcművészeti ággá vált. Az a példakép, amit ő is megvalósított, és állít a fiatalok elé, nem csak a saját küzdősportjában, hanem valamennyi küzdősportban, az mindannyiunk számára követendő. A teljesség igénye nélkül emelnék három embert a szövetség életébe, akik nagyon fontosak. Első Szenszeg Kis Dávid, akit van szerencsém 6 éves kora óta ismerni, ma már egy harmadik danos mestere a szövetségnek. Kiemelném még Szenszeg Fekete Sándort is, aki több mint 25 éve már velünk van, és ő más sportágokban is nagyon sok mindent elért. És Karacs Attila mestert, aki nagyon fontos szerepet tölt be immáron 9. éve szövetségünk életébe, minden táborunkban részt vesz, ütőrugó iskolába egy profi. 2010-ben érkezett egy megkeresés a terrorelhárítási központ felől, hogy kiképzőként szívesen látnának az ottani munkában, és akkor ismerkedtem meg a Kelemen mesterrel. Lementem a foglalkozására, megismertem ezt a világot is. Nagyon szeretek vele együtt dolgozni, mert nagyon-nagyon mély tudása van ezen a területen. Tíz évig birkóztam, és utána találkoztam a jiu-jitsuval Kecskeméten. Elkezdtem járni nyaranta a nemzetközi edzőtáborba is, ott megismertem az alapító nagymestert. Nagyon megtetszett az a habitus, a küzdő szellem, amit itt őtőle láttam, és szívesen átadom a tanítványoknak. Szokja ugye a Kelemen Ryunak, mint a vezetője, elég sok ember életére van hatása. Onodi mester tanítványaként vizsgáztam és haladtam ezen az úton, és amikor elkezdtem én is ugye felnőni, úgy kerültem vele is kapcsolatba. Az az értékrend, amit továbbadott magába az egész életbe, azt gondolom, hogy példaértékű, és többen fogjuk továbbvinni ezt a gondolatot. Nekem nagyon tetszik a japánok mondása, hogy addig szensei valaki, amíg a tanítványai annak tartják. Az a belülről jövő tisztelet, amitől téged mesternek tartanak, csak akkor létezik, hogyha valóban az vagy, aki. A mai műsorban Szoke Kelemen István a szensei életútját és munkásságát mutattuk be. A mester által alapított és ma is gyakorolt stílus és iskola világszinten elismert harcművészetté vált, amely együtt él a tanítványok mindennapjaival, átadva a munkába vetett hitet, a tiszteletet, a fegyelmet, a szorgalmat és a kitartás alapértékeit. Köszönet és elismerés ezért az életműért, Szensei!